Érezted már úgy egy esemény kapcsán, hogy itt valami nem stimmel? Hogy nem áll össze a mozaik? Hogy a hivatalos magyarázatok nem elegendőek? Ha gondolkodó ember vagy, akkor bizonyára. A fake news világában, ahol minden hírre legalább 20 álhír jut, nagyon nehéz a dolgok mögé látni. Ilyenkor szoktunk összeesküvés elméleteket, konteókat gyártani, hogy a kusza történéseket egy olyan modellben értelmezzük, amely számunkra komfortos. Hogy azt higgyük, azt érezzük, hogy tudjuk, mi miért zajlik. Ma én is egy ilyen összeesküvés elméletet fogok vázolni a számotokra, amely mint minden konteó meredek. Egyszerre hihető és hihetetlen. Egyszerre észszerű és abszurd. Egyszerre bizonyítható és bizonyíthatatlan. És hogy mi szükség van ezernyi fake news mellett egy újabb összeesküvés elméletre? Nos, erre a kérdésre a végén fogok válaszolni. És hogy miről szól az összeesküvés elméletem? Arról, hogy a keletről érkező migráció nem véletlenül történt, hanem szervezték. És hogy ki? Soros György? Nem. Az oroszok. Az eseményeket egészen 2013-ig kell visszatekerni. Az ukrán válság kirobbanásáig. Ukrajna a kommunizmus bukása után Oroszország érdekszféráját képezte, a béke okán a nyugat is így tekintett rá. De a puskapor ott volt a hordóban, ami az ország nyugati integrációjának pillanatában felrobbant. Kijevben, a Majdanon minden bizonnyal az amerikai titkosszolgálat segítségével forradalom tört ki, ami az ország számtalan problémáját felszínre hozta. Az oroszok geopolitikai érdekük és az ottani oroszok védelme érdekében beavatkoztak, elindult a nagy sakkjátszma. Moszkva megszállta a Krímet és elcsatolta. A kelet-ukrajnai orosz lakta tartományok felkelését pedig, bár hivatalosan végig tagadta, de minden eszközével támogatta. Ukrajna polgárháborúnak tűnő világháború frontjává vált. A nyugati országok nem mertek beavatkozni, ezért gazdasági eszközöket választottak. Oroszországot szankciókkal sújtották, és megindult az orosz ellenes média hadjárat. Eközben pedig az orosz-amerikai játszma egy másik országban, Szíriában még véresebbé vált. Szíria mind az oroszok, mind a nyugati világ számára kulcsfontosságú ország. A Közel-Kelet kapuja. Az arab tavasz begyűrűzése a sokszínű országot egy sok ismeretlenes egyenletté, majd egy pokoli mindenki mindenki ellen háborújává alakította. És mindenek tetejében megjelent a terrorizmus eddigi legbrutálisabb torszülöttje, az ISIS, amely Szíria jelentős részét elfoglalta, tovább erősítve a menekült hullámot. A menekültek többsége több millió ember Törökországba ment. Abba az országba, amelynek az EU 2013-ra tagságot ígért, amit persze soha nem akart megadni, ezért a csatlakozási tárgyalások megfeneklettek. Úgy érkezünk tehát 2015-höz, hogy van két sértett nagyhatalom, a szankciókkal sújtott Oroszország és a büszkeségében sértett Törökország, és van több milliónyi menekült, akik várják a sorsukat. És akkor megindult a migráció, amit az orosz titkosszolgálat indított el a törökországi menekültekből. De hogyan? Hiszen a törökök és az oroszok soha nem voltak jóban. Valóban, az oroszok és a törökök mindig háborúztak egymással, Szíriában is egészen más érdekeik voltak, de 2014-15-ben egy dologban közösek voltak. Haragudtak a nyugatra. Az orosz-török közeledést nyilván az USA nem nézte jó szemmel, több ok miatt sem. Egyrészt ez a két ország együtt veszélyes volt a térségbeli érdekeire, másrészt Törökország a NATO tagja, a második legnagyobb hadsereggel elvileg a szövetségese volt. Az amerikaiaknak ezért meg kellett akadályozni az orosz-török összeborulást. A török hadsereg egyszer csak lelő egy orosz gépet, amit Oroszország nem szokott megtorlás nélkül hagyni. Rá egy évre egy katonai puccs kísérletet kellett elfojtani Törökországban. Majd megnyilkolták az orosz nagykövetet Ankarába. Putyin és Erdogán viszont az Istennek sem akart összeugrani, valószínűleg átláttak a szitán. A migráció megindult Európa felé, amely megbénult, és történelme legsúlyosabb válságát élte át, és éli át ma is. És hogy mi lett a pár éve még beszorított Oroszországgal? Az ukrán válság ugyan nem oldódott meg, de befagyott. És Kijev nyugati integrációja lekerült a napirendről. Oroszország ellen ugyan továbbra is életben vannak a szankciók, de Putyin egyre aktívabb a nemzetközi szintéren.
Az USA és Oroszország továbbra sem szövetségesek, de az új elnök, Trump, mintha nem akarna újat húzni Moszkvával. A migrációval azonban nem csak Oroszország szabadult ki szorult helyzetéből, hanem Orbán Viktor is. Emlékszel még 2015-re, a migráció előtti időre? A Fidesz egyre közelebb került Oroszországhoz, miközben Washington kitiltott több kormányközeli szereplőt az USA-ból. A G-nap után éppen elveszítették legfontosabb gazdasági háttéremberüket, és vele a médiájukat is. Veszprémben és Csapolcán két időközi választást bukott Orbán, és ezzel a kétharmadot is. Úgy tűnt, a Fidesz győzelme 2018-ra veszélybe kerülhet, hiszen népszerűsége mélypontra jutott. Orbán még a migrációs válság kezdetén több menekülttábort is akart építeni az országban, de hirtelen meggondolta magát, és felöltötte az Európa védelmezője jelmezt. Jött a kerítés, a soros kampány, a magyar emberek hiszterizálása, és a többit már te is tudod. Talán Putyin jelezte Orbánnak, hogy készüljön fel a helyzetre? Vagy a kormányfő húzott lapot 19-re? Lényegében mindegy is. Miközben egyetlen egy migráns sem akart Magyarországra jönni, Orbán elhitette, hogy itt akarnak élni. Miközben egyik nagyobb párt sem akart betelepítést, Orbán elhitette, hogy mindenki le akarja bontani a kerítést. A migráció tehát, ahogy Oroszországot kimentette a szorult helyzetéből, ugyanúgy felmentősöregnek bizonyult az egyik EU tagállam vezetője, a keleti nyitást nyugati zárásra cserélő Orbán Viktor számára is. Ez volt tehát az összeesküvés elmélet, de azt ígértem, hogy a videó végén megválaszolom azt a kérdést, hogyha ennyi sok fake news és álhír áraszt el bennünket, akkor mi szükség van egy újabb összeesküvés elméletre? A válasz nagyon egyszerű. Amíg az összeesküvés elmélet félreviheti a gondolkodást, addig a fake news kikapcsolja azt. És ma Magyarországon sajnos az emberek egy része egyáltalán nem gondolkodik. Figyelem, sértő rész jön, föl lehet háborodni. Aki áprilisban a migráció miatt szavazott a kormányra, az nem egyszerűen tévedett, annál is rosszabb dolgot tett, nem gondolkodott. Bevette a cumit. Ha ez az összeesküvés elmélet nem is igaz, talán vitára, érvelésre és gondolkodásra ösztönöz. Márpedig ennek, a törzsi háborúba merevedett országnak erre van a legnagyobb szüksége, gondolkodni. Gondolkodj te is, mert ha nem gondolkodsz, manipulálni fognak. Ha manipulálni fognak, akkor nem leszel szabad. Aki pedig nem szabad, az egy bábú. Te ne legyél bábú, mert nem bábúnak születtél.